Na, sziasztok, sziasztok! Készülünk a Petikének a szülinapjára. Most jöttünk. Sütök neki egy kis rántott húst, krumplival, kis sütemény, kis torta, kis üdítőt, kis szűk körösen. Úgy vagyok vele, hogy nem csinálok olyan nagy felhajtást, mert minek csak négyen leszünk igazából. De azért mégis, hogy legyen születésnap a kisbabámnak, mert más úgy se gondol rá, rajtam kívül, a darabámban kívül. Én mindig csinálok neki, tavaly itt csináltam neki, most is. Úgyhogy gyorsan elmosogatok, nem sokára már jön a barátnőjére. Azt még nem állunk sehol még. Ja, képzeljétek el, olyan cuki tortát láttam, neki egyből hoztam. De tényleg igazi kis cuki, neki való. Ilyen egykezes, ilyen picike. De ez direkt, ez ilyen kis filling torta, ilyen neki való torta. És vehettem volna neki 25 szeleteset is, de hát mondtam neki már jó múlt korában is, azt, hogy viszed haza, meg szétesik az egész meg. Az ajándékokat ragmál bele a papírokba. Oda raktam föl. Jó, ajándék. Ott a papír, mind a kettő. Igen. Ott a izéd. Nézzétek. Ilyent vettem neki. Timi az ilyent vett neki. Én megvettem neki az a hűtődalom, meg azt is azzal. Ez gyorsan bele is basszik neki. Így né. Csak ezt majd hova kérne? Jó, ragd le, az enyémét is ragd bele. Az a hűtőben van. De miért a hűtőben van, Sugiron? Móda raktam be. Itt van. Én megvettem neki egy ilyent, mert ezt szereti. Mi ez? Muta? Ezt szereti, ezt a Royal barackosat. Én meg ezt vettem neki. Meg ugye főzünk, meg sütemény, meg ja, tortát vettünk neki. Á, most egy 19 éves nagy gyereknek már az ember mit? Ruhát nem, mert ezt már saját ízlésére veszi. Igazából mit? Pénz nem, jó keres, havi 4-500 akar pénz, már nem kell neki. Most az én kis 20 000 forintom, mert már neki már zsebb, és az első lenne elég. Na, ezeket gyorsan bepakolom. Úgy szoktam csinálni, hogy nem fog semmi beférni valami. Hát, ez meg az a baj, begombásodik. Hát ne alulra rak. Oda rak be alulra. Tele vagyunk minden szarra. A jó kis szalonka. Itt már ugye így nem fog megézélni. Ez miért itt van? Ez a kibaszott savanyúság. Na, így már biztos nem büdösödik be. Ugye ez meg alapból. Ez mehet ide alulra. Én gyorsan kijöttem. Munkában belebaszom. Remélem nem bokas a kupa. Nem. Mert a Roland szokás szerint ugye kiszokt a bokasztani, és gyorsan kipakolok. Gyorsan, nagyon gyorsan ezt volt be a rántott húst, meg mindent kibaszom. Gyorsan. Fia, maradjunk annyiból, hogy én gyorsan kirántogatok. Mert én sepet kirántogatok. Jó, de akkor Lice, ezt is mosd már el. Nem mosogatok valam. Te is tudsz mosogatni. Oldd meg. Akkor legalább csak a tetejét mosd már. Többit ezt én elmosom. Legalább a tetejét mosd már. Hát
igen, ma már el lett volna, most már nem lenne most ilyen probléma, hogy még mosogatunk, bohockodunk. Megpróbálom ide kitámasztani. Mosogass el, minden nem csinálhatok volna. Várjatok. Az a baj, nincsen száz kezem, semmi. És akkor így hátra, így azért lehet látni, nem? Milyen, ha nem látnak? Hát dehogy nem látnak, nem látok. Na, hadd csináljam rólam, mert sehol se vagyunk. Így lehet látni mindent. Az ajándékokat beviszem. Na, kutya fekhely, faszom! Na, mindegy. Én addig ezt elmosolom, és kikaparom belőle a sűrűsnek a cikkeit, hogy egy híra lett csinálva. Azt ugye. Kapkodástam amúgy. Gyorsan, hamar. Hogy gyerekek, olyan gyorsan megy az idő, hogy fölkeltek reggel, és valószínűleg... Az a lényeg, az első a rántottus. Utána lehet a többi, de már rántottus legyen ki. A krumpli már az egy utólagos dolog, jó? Viszont nem kéne a műtőbe belakni? Nem, mert ilyen jegyvédjel lesz. Ne, rakd be a fagyasztóba, rakd be. És be a kép? Hát, nézd ott benne. Ha nem, akkor csak egy jegyet rakd be. Aha, jó, hogy petrezselyes krumpli lesz, rántott hús, uborka saláta, kukorica saláta, meg ott vannak a sütemények. Ennyi. Ugye úgyis a határa kell kibaszni az egészet, hogy nem kell itt az én, ha ott lesz kukorica salátát és jó, csak ez. Tehát nagyon húzva vagy, mert már sütjön kifel a hét. Hova akarod sütni? Hát ki kell kroppolni, be kell sózni. Itt se perc meg van, én hamapanírozok, ám én nem vissza vagyok. Mik még órákig ott vagyok. Jó, nézd meg, el kell ott üzenni. Fúj, de mondod, hogy mi történt? Hát oké, történt. Hát mi történt? Hát látod, mi történt. Fúj, mit a belehánytál volna. Hát bazd meg, a zsír az ilyen. A csapba. Zsír az ilyen. Aj, hol vannak az uborkák? Hol maradt? Elraktam a hűtőbe, ne az uborka legyen most az első, a rántott is. Azt csináljuk meg, a saláta az egy utólagos dolog. Hol maradtam a krumplit is? Az egy utólagos dolog. Hagyjad már jó. Nem volt friss, friss petrezselyem, úgyhogy ilyet vettem, szárítottat. Úgyhogy majd ez lesz rajta. Csak ugye itt most nagy pörgések vannak gyerekek, mert úgy tényleg. Pörögjél.
Ez úgy még ilyen ferr. Szarakodni, frézni, kukoricát el kéne rakni, kukorica, hagyma, minden. Igen, már lesz kukorica is, kukorica. Tehát minden, ami innen nem kell, azt el kell rakni, cukor, ne legyen tudva semmi. Ha már megvan a rántott hús, akkor már jó. Miszt az kell? Frézni is kell, só is kell, mi kell még? Tojás az a hűtőben van. Hol az a geci papír? Márja, már ki kell klopfon a hús, ne papírozzál, még itt semmit szerelmem. De össze-vissza már légy szerelmem. Úristen, amire te kiklopfonod a húst. Be kell hozni, ki kell klopfonni. Hát dehogy nem. Ez nem úgy. Gyerekek, én 20 szelet rántott hús, kiklopfolok, meg bepanírozok. Megvan negyed óra. Esküszöm, nem tudom. Negyed óra alatt megvan. Veszünk egy ilyen zacskót ki, ezzel fogom izélni. Jó, nem kell ez izé 2 liter olajat belönteni. Nem, csak ennyit raktam. Ja, csak annyi. Mivel elmondom. Gyorsan kicsit a kocsón. Nem szeretek amúgy sietni. Jó. Annyira elmegy a gyerekek az idő, hogy... Megvan a seperc alatt, nem kell órákig szenvedni. De fiat, ahogy én klopulom, te úgy... Te meg sózzad, jó? De mind a két felét... Így, hogy én az izébe szoktam rakni a tojásba, és akkor nem kell sózogatni. De akkor is meg kell sózni a húst. Jó, de azért ne sózd el, menj sózba szó rá, akkor yeah. Már izébe nem kell a tojásba. Abban már nem fogok rakni, most azért sózom én. És eperc, bepanírozom. Nem kell vele szarakodni. Ez egy kicsit hangos, de nézzétek ezt. Hát a panírozás az mi? Vagy a klopfolás az mi? Összedolgozott a mimikát. Igen, mert majd ahogy én panírozom, ő szépen már az olajba már rakja be a fele. Máskülönben nem tudja. Tudom, egy kicsit hangos, ezt nézzétek el tényleg már. Mi milyen a klopfolás? Még sok hús. Hát, azt sem tudja. Mindegy, jelenleg. Próbálunk sietni. Szépen ki kell klopfolni. Peti keszüli napjára, gyorsba készülünk. Persze, hát egész nap mi is dolgoztunk, elment az idő, bódba nem tudtam menni. Jó, hát ezeket már meg kellett volna tegnap fenni, meg előre kellett volna.
panírozás nekem se perc megvan, megmondja. Az megvan pikpak. Ugye milyen gyorsan kiszoktam, yeah. 20-30 szeleteket is simán ki. Igen, ugye a vékonyra izélünk, akkor hamarább át fog sülni, nem yeah. kell vele szenvedni. És még ez acskó alatt izéklofóni, ezt írjátok majd meg kommentbe. Ugye nem csak azért, hogy ne fröcsögjön rátok, hanem azért is, mert benne maradnak azok az anyagok, ásványi anyagok, aminek benne kell, hogy legyen. Van még? Ez volt az utolsó 20 szelet. Megmosom a kezemet, mert szaragad. Azok mindig csókolóznak. Hát állandóan smárolnak. Éjjel-nappal csókolóznak. Gyere be, Rozi! Na, sziasztok! Hol a nagy faszú Péter Pál? 19 lett! Igen. Te meg már jó, menj alébb! Arra, kis kutya! Te is! 19 lett a néger gyerek! Igen. A néger gyerek. Jó, fejezd már be, Rozi! Te most fejezem! Mondtam már, menjél már be magadnak arra a saját. Istenek. Nincs itt a Rozi. De itt a Rozi. Lelkileg itt van a Rozi. Ha miért, hol lennék? Jaj, nem, mert úgy hiányzik nekem is a Rozi. Na, tényleg? Na, Istenem. Csináljuk a dolgokat itt. Na, Roland, érti. Jó, szomjas vagyok. Innét már rád van bízva. Itt a dolgok szere van. Ki kell panírozni. Igen, itt kéne panírozni. Ha ez az hol van? Abba ne, izé... Nem haragudj, nekem itt nagyon gyorsan kell dolgoznom. Én nagyon szomjas vagyok. Azért már kislángon menjem, mert az a baj, hogy nagyon minimális kislángon, mert nem fog menni. Ja. Akkor az olaj soha nem fog. Hol ilyet, van az a geci? Ilyet vegyetek a Lidl-be. Hol ez... az a papír fasz? Milyen papír? Mit csinálsz? Amit kicsoktam teríteni életem szerint. Itt van sütőpapír. Hát sütőpapír. Ilyet vegyetek a Lidl-be, ez nagyon finom ez a mangó. Ez tényleg 100% mangó. Mennyit iszik ez a kutya, te jó Isten? Ha igen, meleg van. Te beszélsz, aki el van szédülve? Mondjad, mert úgyse bírod ki, pletykus geci. Hogy van ez is? Na, fölmentem a patkára, egy pillantásra nem figyeltem, felmentem a patkára, azt rám kiabált akkorát, hogy akkor ijedtem meg. Nem. De. Jöttünk haza most. Tudjátok, nem tudok vele. És ahogy kanyarodtunk. Pancser vagyok. És ahogy kanyarodtunk. Mondja. Direkt nem is izéltem, nem is arra figyeltem. Hát a magírják, pancser az asszony. Nem pancser. És ugye, nálunk most ugye a kocsiba, az új autóba kigyullad az olaj. Kigyullad a gecim is. Az olaj ugye. Rárakadtuk tegnap előtt? Nem tudom. Tegnap előtt rárakadtuk ugye műszerre, megnézték, nem jelzett hibát semmi. Lehet új olajcsereke. Olajcsere kell, szerintem, sőt biztos, hogy ez a olajszínmérő, ez a gomba vagy micsoda, lehet az nem jó. Bombasztik! Na mindegy. Azt, ahogy kanyarodott most be így a Timi, ugye nem az utcánkban, hanem amerre kell jönni az utcánk fele, jó. Kanyarodott, és látom, hogy így megy így a patka fele, direkt nem szóltam neki, hanem biztos jobban alá szedtem. Látom, megy a patka fele, és egyszer csak így, hogy fölmentünk rá, és akkor ugye kicsit megijedtem, és ugye... Megijedtem. És rákiabáltam, mondom, hogy mit csinál? Mondom, mit csinál? Bazd meg!
És tudjátok, mit csinált? Kanyarodik, és a műszerfalt nézte az olajizét, hogy nem egyulladt-e ki. De mondom, szerelem, menet közben ne nézegetted, ha kanyarodsz főleg, mert mondom, bárki jöhet, vagy akármi, mondom, ez a legjobb eset volt, hogy felmentünk a patkára. De nem ijedtem meg, hiába ijesztettem. Azt amikor rákiabáltam, mert muszáj voltam, mert azt hittem, hogy rosszul lett, vagy én nem tudom. Hát akár rosszul. És akkor szedte vissza, van. Hirtelen. Na, meleg van nagyon. Most jön a Péter Pál, most jön. Ne, ne vedd föl, még ne jöjjön. Maradjon, ahol a... Ha jönnek, attól függetlenül jöjjön. De ne jöjjön, ne jöjjön. Minek jön? Nem kell. Ő szüli napos, ne jöjjön. Egy férjön, hogy keverjenek még el. Legalább a rántottuskodik. Jó, akkor így mehet nyugodtan. Dehogy is, Roland, ne hülyeskedjél. Ne hülyeskedjél már. Ne hülyeskedjél. Hát akkor írom a telefonon, ne jöjjenek még. Most dobjuk össze a kaját gyorsan, utána jöjjenek, addig sétáljanak egy fél óra. Megcsörrentjük, ahogy végeztünk. Hát ennek az a lényege, bazd meg. Nem az, hogy itt izé... Csórik bent ülnek a szobában. Vendég azt izé bent ül a szobában. El vagyunk csúszva. Sietünk! Hát sietek, próbálok sietni. A vasárnap, ha minden zárva. Analfabéta fasz fejemmel akartam neki, de azt előre kellett volna az egészet leizélni. Így van, nem akartam? Akartam, ja. Semmi nincs nyitva bazza. De akkor most mit akarsz abba? Gondolom, a kiprézlizett bánatokat oda teszem. Igen, de a tojásnak is vegyél. Jó, hát akkor nem kell, de hülye vagyok. A prézlist tud sokat oda rakom. Meg ne fulladj, rohadjátok, hogy ott állsz, azt nem segít ez. Én megcsináltam az én dolgomat, nem azt hallottátok ki is, mit mondott? Profoljam ki, ő bezsózza, ő panírozza, én meg sütöm. Így volt hátam. Vízből nem kell sok általában. Nagyon meleg van. Én nyitok itt ám ablakot, ne haragudjál meg. Nem, megy a klíma, Roland. Jó, de bejönnek a lakásba. Jó, de itt per pillanat nyitok bukót. Megy a klíma, és kinyitja az ablakot. A szobába megy, de a szem a szobába megy. Itt hagyd menjen egy kicsi levegő, folyik rólam a víz, bassz meg. Kim meleg de van. De így nem fog menni. Kim meleg van, gyerekek, és gyakorlatilag a rólam klíma mellett ablakot nyit. Tök van eszem. Én nekem mindig van eszem. Ide adom a kutát. Azt rakd el, annyira feledik. Mit raktok el? Hány prézli? Minek 20 szelet rántott húsnak? Mit csinálsz? Úristenem, gyerekek, tényleg el van szédülve a Timi. Azt hittem, hogy süteményt kell csinálni. Hogy külön válaszol a fehérjét, a sárgát. Te hülye vagy, bazdmeg. Látszik, és látjátok? Látjátok? Ezért ment fel a patkára, mert el van szédülve. A geci meleg. Jó, de azért abban is rakjál egy kis sót, még pluszban. Nem, mert nagyon sós lesz rólam. Én nem sajnáltam a sót. Egy kis tej. Nincsen tej. De van. Nincsen, megittam. Már így is úgy ittam meg, hogy kicsit savanyú volt, ne haragudjál meg.
Éreztem, hogy kicsit savanyú, de jó, a gyerekem majd meg a pogácsa mellé meg kellett, hogy igyam. Éreztem, hogy kicsit savanyú az izé, egy nagyon picit enyém most savanyú a tejmá. De jó, nem fostam tőle. Gyerekek, egy igazi gusztustalan ez a pali. Romlott posat tételeket is megeszi. Meg a savanyú tejeket megissza. Mi a kefir az mi? Jó, rakd a helyére. Annyi az... elég? Négy tojás, 20 szelet húsot? Igen, egyelőre legyen ennyi. Rakjál bele egy kis üdöt. Dehogy is, ennek tejbe, meg tejnek kéne bele. Nincs tej, adjak bele, apa tejet, hogy mit adjak bele, bazd meg, nincsen, nem érted, megittam. Dehogy is, hogy volt a rolam. Hát én akartam mondani, csak azt mondtad, hogy már hova vásárolok, mert már mindjárt 30 ezeret ott hagy. Nem mertem már berakni a tejet. Mindig veszünk tejeket. De most nem, majd holnap veszünk. Megy az olaj? Hát. Annyiba segíthet, hogy még én panírozok gyorsba, te már csinálod is. Nem tudod, gyorsan panírozok, nem szoktam szerakodni. Jó, de akkor erre rakjad. Ami ki van panírozva, hogy elszívok egy cigit. Azért mondtam, hogy legalább a kaja legyen kész, basszus. Tehát az milyen már, hogy a gyerekemnek a szülinapja van, azt ő csinálja. Úristen. Lésztojás. Én sepert kiszoktam panírozni a hús, nem szoktam vele szarakodni, hát most mit? Mit szarakodjak vele? Csak ez, hogy így a kezemre rápüffed, új, de utálatos. Azt már majd rakhatod bele a hidegbe, a forró olajban, hogy ennek forrónak kell lennie. Próbálom úgy, hogy ne legyen olyan a kezem, hogy ezt úgy szokták, hogy csak egy kézzel panírozni. Megpróbálom úgy csinálni, mert ez így elég irritáló tud lenni, hogy van itt egy üveg bor még, ezt is berakom a hűtőbe. Ez legyen hideg. És amúgy ti hogy bírjátok a meleget? Bírjátok? Még egy kis prézimájer kell. Ott van. Ahogy felmelegszik el a szar. Annyira hagyom. Prezdi Meyer. Mi van Milo-ba? Gyere. Gyere. Milo is imádja a rántott húst. Milo, ez mi nem szeret? Ez mit nem szeret? Mit nem szeret? Nézzétek már milyen nagy lett. Már most már nem fél el a izébe. A tenyerembe. És rendes két kézzel kell fogni. Ugye? Hogy szagolgat a figyeljétek. Mi az Milo? Mi az? Csokod, 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 úgy, úgy, úgy.
Nézzétek, milyen szép a... Szaros. Ha megy neki rendes, ugyanúgy a szülinapos izé, hogy elbenyomjuk. Hát igen, de azt, azt külön videóba veszük. Minek? Nem, ez csak úgy naturálba menjen. Tényleg, ez legyen a külön. A kajás. Hát azt mondom, hogy ez is külön videó lesz, meg a... A Petikének a szülinapos izé az már mehet zenében mindenhogyan. Nyugodtan. Hát ahol fog menni, ahol a tiéd. Ha ő is meg legyártok, mekkora tortát kapott. Nagyon cuki. Meg biztos mondja, jaj, Isten! Milyen pindori! Tényleg kis aprólék, de olyan aranyos, megláttam, és úgy voltam vele, hogy ezt el is viszem neki. Tényleg ilyen kis... Ekkora ilyen nekivaló kis falat. Ekkora az egész, így ekkora. Kis falat, kis nekivaló. És akkor rajta lesz egy tűzi játék, meg hogy 19. Hozzáadta a csaj gyertyát rá, ugye? Ott van, persze. Még valaki meg rántott húst kap. Azt így... Jó, hát jó. Az a torta. Itt a szándéka, ahogy ő mondta. Így van. Gondolunk rá. Itt vagyunk vele, mellette. Mi minden évben gondolunk rá, amúgy. Még ő is. Hát így van. Az én születésnapomra is mindig gondol, az anyjáéra is. Ha van, aki még gondol. Aki meg nem gondol, az így járt. Az ezek után se kell, hogy gondoljon le. Aki eddig se gondolt rá. Szerintem számolom be az, akit el sem gondoljon a gyerekre. Látod, milyen gyorsan kamírozok? Ennyi. De a tojást azt meg üssék be. Mindjárt. Most nem így romlott, ha ugatom, hogy ilyen. Azzal csógassam? Persze, hát attól lesz puha. Nem fog kiszáradni a rántott hús másnap. Hát rohan, hát ne vérjeskedjél, hát itt a sok. De az annyiba fekíthetne, hogy két tojás reggél már nekem bele. Bőven elég két tojás, tényleg. Inkább fogjon el, mint pazaroljunk, drága mámi. Mondom, kettő! Hármat. Most már így nem tudom, hogy hogyan vagyunk. Most van meg a kezemet. És akkor az napot fogjuk fel. Ezért nem szeretek kapkodni, sietni. Hát figyelj, már reggel meg kellett volna csinálni. Hát igen. De volt már, annyira, annyira nagy az idő, hogy megörülök. Hát persze. Hát oda egy picit félre ment, ha látjátok, ott. Én szeretek kényelmesen megfőzni, megsütni, ilyen dolgok, nem az, hogy gyorsan. Hát ez ilyen. Tudni kell gyorsan is dolgozni, nem csak az. Jó, az étteremben is gyorsan dolgozom, de lemegy ember. Nem fognak rád várni. Hát jó. Az étteremben hogy dolgoznák? Szeretsz velemni? Most vernének a vizek, bazd meg! Téged alapból van a víz. Na mindjárt téged is verni fog a víz. De meg egész nap csókolóznak! Egész nap csókolózik a két kutya. De fúj, kajakból csókolóznak, ez így. Így. Fúj, ha elkapottak. Fújdom, hogy tovább van.
akkor ez hova meg valám gyorsan. Elmondom meg, hogy gyerekek, ha valami mindig itt panéreztetnek. De a hűtőbe, azt a tanácsba krumpli van a végén. Jó, pillanatok. Gyorsan kell itt mindent most csinálni, kapkodva. Sajnos. Most nem kapkodva, de... Ne, az milyen gáz már, hogy bent ülnek, te meg itt kint sütögetsz. Tehát minden legyen kész. Amikor jön be a kisgyerek, akkor már ott legyen minden. Azért mondtam, a csörgök, ha jöhetnek. Szerintem, hogy felviszik. Lehet. Jön be, hogy így csinál a... Így magából ékezek, nem csináltak nekem semmit. De ott van egy két. Ja, azt adtuk. Mindent. Odaadtam én a lufikat? Itt a szándék a lényeg. De odaadtam amúgy a lufikat? Igen, az összeset. Biztos? Oda. Kérlek. Az összes lufi ott volt. Zsanátnak. Akkor mentünk rá. Itt a szándék a lényeg, hogy sütök főzött neki. Így van. Úgy is ki van éhezve. Mindig ki van éhezve amúgy a Péter. Hát most van izéval, növésben. De azért mondhattad valaki, nem kell nagy dologra gondolni, csak sütünk, főzünk, ne itt tüdögéljenek. Na jó, de akkor még följöhetnek. Nem kell följönni. Már legyen minden ott rólam, nem. Szarapodjunk, jó? Süssük ezt ki. Jó, ez így. Ó, ez így, mindig is egy helyre megy. Akkor kellett a két és fél darab fogás. Csinálni amúgy mi? Az uborka salátát, most nem... Megcsinálom. Lehámolod. De te mit csinálsz addig? Sütöm a húst. De ez meg el kell mosogatni. Sütöm a húst. Már fölrobbant is minden. Én gyorsan kipanéroztam. El kell tudni mosogatni. Gyorsba. Jó, nem baj, úgyis megy még bele szemét, úgyhogy tök mindegy. Próbáltam direkt, hogy
Na hát mondom, zacskó, meg izé, nem csinálok akkora nagy melót. A Roland neki ízét oda a tojást. Júj! Megfordítjuk a kamerát. Erre fölveszem innét a hús, jó? És akkor úgy. Terciát. Jó kis rántott kisok. Délegalább a gyerekemnek csinálok rántott kisok. Micsoda? Délegalább a gyerekemnek csinálok kaját. Lehet nem egy nagy hú, de nagy valami, de ami egy születésnapra kell, én azt mondom, miért nem. Ennyi. A következő kanyarra lesz neki, amúgy egyébként a fellufizást az ő lakásába akartam, csak azt mondta, hogy anya, most oda nem egy üres, meg szar, meg faszom. Úgyhogy ezért nem lett, amúgy az ő lakását akartam kidekorálni. Ugye, hogy így volt? Így van. Hogy lufi, szallag, faszom, izé, meglepi, sütök, főzök neki, addig elcsalja a barátnője, és akkor mire megjön, akkor az van, hogy na, de most ide nem lufizgatok, mert felesleges. Itt mindig az a lényeg, hogy az ő lakása legyen fellufizva, de hát ez most nem jött össze, majd jövőre összeül. Ennyi. Majd jövőre összeül. Most csak ilyen kis lájtos verziót csináltam neki. Kajácska, kis sütécske. És kólácska. Ki kéne venni a húst. Roland, mosogatom, pördöm. Hát bazd meg, ne tudtad jól. Akkor? Ne haragudj, biztos, hogy nem. Nekem itt biztos. Visszafordítom a kamerát. Megcsinálom gyors a salátát. Nézd meg a hideg vizet. Jó, de nehogy ide a mosogató szeretőt. Ja, nem, nem rakom. De megdöbbünk. Megdöbbünk abban a pillanatban. Ki van sütve az összes sártokkos. Amúgy egy rántott, ez vékony rántottkos, mert ennek nem kell órát is. Jó, hát azért süljön meg valamit. Na, miben rakja be? Vigyázz, most ne keverjék. Én a bandiknál van is. Jó. Szépen sül, négyesével sül. Jó. Mi van veled? Most mit csinálsz, Pertina? A francia sarátát. Bőven a sarátát? Igen, adjad a dolgokat. Mi kell bele? Ez kell. És majonéz, sejtör, cukor, bor. Most mit csinálsz? Cukor. De már a cukrot. Na, mi van veled? Is. Mondom el, vagy szédűvel, bazd meg. Mi cukor. Van veled? Mi kell bele? Majonéz. Most miért a cukrot töltötted bele elsőnek? Mert mindent pakolok bele. Elsőnek a kukoricát! Úristenem! Nem tök mindegy! Fejezd be, Léci, ne égessé már, bazd meg! Nem tudom fölni. De semmit nem tudsz, bazd meg a majommal!
Csak vagy, bazd meg! Esküszöm, csak vagy! Nem érdekelnek a nézők! Nézd meg! Le is törd, bazd meg! Ennyire szar! Mert látod? A kapkodás! Én nem szeretem, amikor kapkod az ember! De alapból ez fel kell, hogy rakjam szerelmet. Hát most nem tök mindegy, hogy... Hát nem, bazd meg! Hát ez most olyan, mint a bazd meg izé, elébe ezzel a szutára rakom be, bazd meg! Hát van olyan is! De tényleg hülye vagy, bazd meg! Most nem rozgó! Hát van olyan is, hogy utána rakja be az ember, és akkor... Annál jobb, jobb az üveg. Mert élvezze, sokkal érzékeny. Sokkal érzékenyebb. Én nagyon szeretem a... Mit? Ezt a... Amit jobb elteszem? Hogy mit? Fekete bors, majonéz. Hallod? Te az étterembe ellenéveztem. Hát te is ellenéveztem, mert a fordítva csinálsz. Hát most olyan, figyeld, várjál. Ha mindjárt kitalálom, hát most olyan, hogy... Belöntöd a vizet a levesbe, nem rakod bele zöldséget, csak sima vizet, meg berakod gyorsan ezért a húsleves kockát. És majd a végén... Nem eszed a borsot neked? És akkor majd a végén majd fogod, azt berakod a hozzávalóta. Nem szoktunk belerakni ecetet vagy valamit? Ecetet. Nem tudom, már nem tudom, ecetet. Ez az egy kis fekete bors. Nem kell olyan sok. Nem kell ebben már semmi, ne nézegessed. Nem kell cukor sem. Citromlé kell ebben, az, az van. Citromunk van. Citrom. Eredeti igazi citrom. Nyomj abba egy picit. Ja. Ennyi, kész. Látod? Kész meg. Saláta is van. Be kell rakni a húszkörbe. Posztold meg, hogy milyen. Úgyis csak te eszed. Én nem szeretem a kukoricasalátát amúgy. És tudjátok miért nem? Most kicsit csúnyán fogom mondani, mert amikor reggel elmentek nagy vécére, ilyen darabokban jön maradt benne. Akkor ennyi erőben mákot csegyél, mert a mák is benn van a szépen. De nem raksz el fedőt? Hát minek? Minek? Na, nehogy tüzesögjön ott. Hát én nem így raknám rá. Amúgy. Mindent fordítva csinálsz, Sovirom. Nem, mert már elszédítettél, bazd meg. Már elszédítettél. Mert amúgy te miattad, én nem tudok koncentrálni. Jó, és ezt most ja, rakjam. Tegnap hívtak a való világból, figyeljétek. Jó. Szeretnénk akkor izé, mert láttuk a jelentkezésedet. Szeretnénk castingra hívni. Hívni meg egyből. Nem, 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 nem ennyi, nem ennyi. Mondom, jó, akkor mondom, legyen tártalan, mondom, akkor nem megyek. Hát de miért? Hát úgy döntöttünk, a párommal megbeszéltük, hogy nem megyek be. Valamitől nem csukódik be. Azt mondta, hogy jó, és sajnáljuk, köszönjük, mondom, én köszönöm szívesen. Valam, de valamiért nem csukódik be. Eddig becsukódott. Eddig becsukódott. Mit csináltál? Nem csukódik be valamitől. Hát biztos nem attól a szartól, hogy csukódik be, úgyhogy ez is el van készítve. Már csak elkezdem maximum pucolni a krumplit. De mi a krumplit? Meg kell csinálni az uborka salátát szerintem. Akkor megcsinálom neked az uborka salátát. Látod? Lássák a nézők folyamatosan pörgök. Mi? Én nem pörgök? Ha nincs igazam, akkor... Mi? Én nem pörgök? Én meg közben sütöm a izért, ha rántott kisokat. Mi van veled? Csak ott állsz, azt lássak. Én meg takarom. Ha melyik kell ingelni, süt egymás, vagy mi? Na jó. Mi van már előtte? Igen. Jó, és akkor szerjen fel. Számolsz meg, hogy kell, hogy szoktad. Ne kell már mondani, szerelem. Számolzzon meg, szereteljen föl. Hát mondom, így le lesz szereteljen.
Minek a klipa? Hát megkülhám. De a kell a kukiket, mert le kell vágni a végét, nem? Hú, gyerekek, ez a meleg. Száradok is, mint a sivatag. Biztos mondják, fulladjál meg, mennyi bajod van. Akkor megfullasztom őket. Aki azt mondja, hogy fulladjak meg, az fulladjon meg amaz. Aki azt kívánja, hogy fulladjak meg. Akkor elsőnek azt fulladjon meg, aki azt mondta. Ez legyen bárki. Én nem kivétel nélkül. Én nem kívánom. Dehogy nem, te is azt mondtad, fulladjál meg, hogy iszol. Hát de miért úgy iszol, mint aki ki van száradva? Jó, mert ki vagyok száradva, bazd. Akkor így áll! Ha... Rákidítom bele. Hogy a picsákba, bár magad a gyűrtát. Ne idegesítsé már föl. Kézzel. Akkor már csak vettél a szeretnál. Na, nagy kapkodású. Ugye, ahhoz képest több gyorsan jó, dolgozunk. Jó, gyorsan van. Mert nem vagyunk egy ilyen lassú lófaszok. Most egy kibaszott rántott, és azért ne egy évig csináljunk már, meg egy krumplit, meg egy salátát. Na, akkor cserélünk most egy picit helyet, ameddig ezt kivettem. Várj egy másodperc, ezt már lapítom. Na. Hát ott segítek én is, pörgök, sürgök. Kiveszed, én már tolom is neked bele a között. Jó, ne rak sorba, pakolja. Jó, azt csinál. Nem lesz attól még több, most a sorba rakod. Most nem a több, de azt sem tudom, hogy leboruljon. 20 szelet, az 20 szelet. Nem 50 szelet. Jó, de azt sem akarom, hogy leboruljon. Nem fog szerelni. Rakhatod. Én is így gondoltam, mert megalszik a szájadba a tej. Jó, de normális rakd bele. Négy férjen bele, jó? Mennyi nézd már jól, légy szíves? Mert nagyon útba vagy láb alatt? Mondom, rád taposod. Mennyi kicsimbe, jó? Rád fogok taposni. Na most nem érünk el vele foglalkozni. Jön a Péter Pál. Jön a Péter Pál. Jön a Beles. Csinálni kell neki a kaját, mert morog a hasa, ma még nem evett. Ma még nem evett a Beles. A nagy faszon égen. Úgy néz ki, mint egy izé, mint egy kubai. Mint aki most jött le izé. Afrikába. Hát elvinném Afrikába simán. Hát elvegyünk az afrikai között. Meg el kivinném Indiába, ott is elvegyünk. Hát ott meg te. A gyerekem is elbegyőre. Itt van más üldögje. Itt törökök között. Na, ott elbegyünk rá. Ott árul rá. Fölnyitod a kukát? Ott árul rá. Itt a mangót a piacon török országban. De köcsög vagy. Na majd biztos mondja. De köcsög ez a Roland. Ilyenkor szokta azt mondani, hogy nem is szeret. Lenne itt egy pöty neki itt középen, Törökországban, szóval ott ülnek én a piacon, ez a nagy mangókat árul már. Ezt mondaná, mangó, mangó, eladó mangó. Csak indiánul mondaná, hogy törökül. Rábaszod nekem? A pörgök. Már mennyi minden megcsináltam, gyerekek. Hát igen. Nézzétek meg, már mennyi minden. Úgy fog, mint az enyémét fognám. Jó, de minek ez a saláta faszom? Mert azt mondta, szereti az uborka salátát. Szeresse otthon. A néger. Szereti? Ha persze. Ezért be kell, hogy... Vigyázzál, ahogy lekapd az izéd a tén, ott már azért óvatosabban csinálom. Az egyből leviszi a bőrt. Tudom. Olyan szinten, hogy hiuhú, annyi is egyből. Tudom. A végét már így szoktam, így, csak húzzad, vagy toljad.
Ez már mióta megvan nekünk, az még mindig pengéjéles. Egyből húsig vág. Keményen. Tényleg ez már jó régóta megvan. Úgyhogy ez is megvan, gyerekek. Sütjük is majd ki kell egy tányérra. De majd azt is mutatjuk majd. Igaz, hogy megcsinálja ki a salátát gyorsan. Normális tányérra, biztos van valami normális tányérra. Hát van, ott vannak. Ez itt a szóra, ez a, itt a só. Nem mint valami hajlottalanoknak. Majd a végén, hogyha lereszelted a végén, sót meg. Többit meg, én majd megcsinálom. Már megborítod az ecetet, ezt a... Jó, a végek a tiédé, mert én félelmetes. Félek, hogy az ujjam maga marad. De gyermek, lesz az egy kicsit gyorsan. Még kell bele valami? Szerintem nem. Már vehetett szerelmem kiállni azt a rántott húst. Raktam bele sót, még mi kell bele? Jó, hagyjad, hagyjáljon benne. Kicsit hagyjáljon benne. Ja, jó. Összekeveredtem. Az a két kicsit ott van. Nem kell már az a kettő? De. Ki gyugorka, akkor is egy már elég szívem. Még bazd vele. Só van, belebasztam egy csomót. Ja, kikivágyál, ki kéne vannom a húst. Hát én zavarod meg, hogy a húszteret rántott húst ne egy évig süssére, hanem eléggel. Úgy csinálsz, mint a 30 fasétot, meg 30 szelet rántott húst ennyi idő alatt, már simán, komolyan. Nem az, hogy húszteret rántott húst van itt, akkor alá teszed, kész, csak. Jó, azért le kell csökkentni a vizet, mi van velem? Mert azért süljön már meg. Ezek gyorsan megsülnek, életem. Hát én tudom, én szoktam a rántott húst csinálni. Ezek gyorsan megsülnek. Ennek nem kell fél óráig benn lennie. Vékony, de szépen ki van klopolva, se perc alatt vize átsül. Jó, rakhatod bele. Love.
Krumplit az pucolhatod már. Ja, mindent kell. Hát látják a nézők. De én megcsinálom eztet most. Ha viszti, akkor majd én csinálom aztat, jó? Nem, mert te elrecetezed. Mi? A rántott hús kipakolás, berakodás, ezt én is megtudom, ne haragudjál már. Hát még velem csináltat gyerekek, az egész melót velem csináltatja, ő meg cigizgeti jár ki, meg ilyen hasonló. Hát azért ennyire nem érzékelnek. Észreveszem ám, hogy mindent én velem csináltattál. Hát 80%-ban mindent én. Szinte én. Mert ő csak pippani, a húsokat forgatgassa. Én paníroztam ki. Így beszéltük meg, nem? Nem. A 80-90%-ban mindent én csinálok, nem. Az, hogy fele-fele melót. Akkor kigyúgolták. Jó, van már mi vagy te, valami fölnök, bazd meg. Kukoricaizét én csináltam le. Hát bazd meg, nem mondta senki, hogy csinálj kukoricákat. Én nem veszem a kukoricát. Adjál rá lángot, mert ne, ne adjál rá lángot! Így. Miért veszed le? Fokozatosan, jó? Hát így nem foglak sülni. Meg fog sülni, ne izguljál. Meg fogod vézni. Ez mit ugat? Vézit ugatja. Én értem, hogy olyan nagy flatyászokba rakod, csak már nem fér be a hüttőbe semmi. Milyen nagy flatyászokba? Majd én eligazítom, te nem foglalkozzál már velem. Mindig velem foglalkozom, bazd. Foglalkozz egy kicsit magaddal is. Sötét mire basszom, csak tányérokat? Vársz! Nézd meg, sorba mindent, jó? Jó, csak minél hamarabb készen vagyunk, lehet szólni nekik, hogy jöhet. Jó. Ne várakozzanak csorikóra. Az uborka saláta úgy finom, hogyha édes, amúgy. És mi legalábbis édesen szeretjük, nem? Azért Csórinak kívül, ne gondolj nagyra csak. Most lett a finom. Ez is már felhűtőnek. Azért elég gyorsan azért megvoltunk. Remélem befér így. Ez a négy van már csak, ami most sül, meg még van kettő, ami sül még össze, akkor ennyi. Utána már csak a krumpli van, ugye a petrezselmes krumpli, az kész is. Sütöttem kajával, sütivel, ebben, abban. Azért csak a szülőnapja van tolna, az egy jó, hogy azt hiszem, hogy nem vizelünk balmok, meg lupit, meg vizék. Ki kell rakni a dolgokat oda. Süti, nem már várnak minket. Fiat, szerintem két sütire kérdezél, aki fér, nem? Vagy nem? Miért? Ne. Hát még nincsen.
Nehogy nekem Christmas-es karácsonyira pakolják, meg szarvassa. Ne legyél hülye. Ha mire? Hol van az arany színű? Itt van, erre nem jó? Dehogy nem. Erre. Hát van nekünk még olyan, hogy de király. Hát ott milyen jó, hogy vettük. Ugye milyen jó vastag faszunk. Na vedd elő a sütiket. A... Melyik? Abban van a torta, meg még egy süti. De nem az torta. Abban vannak a sütik. Itt az a lényeg, hogy a gyereknek a tortát az be kéne rakni a büszkébe. Melyik a tortát? Hát honnét tudjam? A kerek. Honnan tudjam, melyik a kerek? Ott az a kerek, innét látom, ott van rajta a zöld. Ott az. Csak ezt vedd ki, Biztos? Igen. Ha látod? Van, én nem tudom, elég egyfajta. Mondom, hogy az rak vissza, az. Mondjam, hogy feljön, akkor majd elő lesz, neki állít. Ezt gyorsan ki kéne venni szerint. Nem, süljön. Ja, jó. Már ne vizezzél, azt már bazdod, mert csórik bárnak. Tényleg ne legyünk már fasztokok. Na, pakogass ki sorba. Azok maradjanak rajta. Így? Vagy? Úgy jó! Jaj, ezt nem kell túl variálni itt a dolgokat. Csak ne baszd össze, jó? Ja, nem baszom össze. Tele van a kupa. Jó, majd ki lesz véve. Abból is pakolj ki. Hát most mit? Amiről vágom. Ember támasz ki ott. De egy szerencsétlen. Akkor ragd vissza a hűtőbe. Dehogy jó. Ki kell oda pakolni. Oda. Az asztalra. Minden. Kisokra, minden hűtő. Azért lett rántott hús. Még itt van kettő, gyorsan belecsapom. Hát csak ez a kettő van. Azért lett rántott hús. Hogy fogom ezt én most belépni? Hát fog meg normálisan alulni. Hát fog. Mert papír. Hát azért, óvatosan. Papírra bánnak, papír. Úgy is megy a légfondi. A máló az mindig ide jön, nézzétek! Beteg ez a kutya. Nézzétek! Ez állandóan ide jön, és itt napozik, ha nézzétek! Elnapozgat magának a máló. A Daisy az meg itt van. Itt a Daisy Crazy. Milyen kényelmes fekhelyük van, látjátok? Dupla minden. Ugye, málókám, ugye? Igen. Még sehol, gyerekek. Hát meg kell pucolni, segítek megpucolni. Én a izéval, te meg a késsel. Az még mennyi? A kibaszott krumpli. Hát össze kell izéni.
dolgokat. Azt amikor már föl, meg minden, akkor már lassan jöhetnek utána. Csak gyorsan ez a két hús meg kisítom, ezt az is mehet oda be. Nagyon meleg van. Vernek a vizek. Öcsém, egy rántott hús meg egy süti van két az. Ennyi idő alatt. Én mondtam neked, hogy csináljuk közben a krumplit is. A francia salátát is ki kéne rakni, mindent, ami ott. Jó. Az meg is a saját vizébe megfulladt. Meg azt. Nem jó a torka, valami baja van a kutyának. Megmasszírozzam a torkodat? Megmasszírozzam? Akkor húzzál befele. Na, de akkor csináljuk. Lévek, akkor úgy föl tudom magamat baszni a Daisyn, hogy iszik, és utána így csak. Így fulladozik, baszd meg. Ha miért nincs igazam? Csak ugye gyorsabban végeznénk a Roland is. A saját vizébe megfúrnod. Segítene? Hát szerintem mit csinálod? Ugye bele kell baszkurálni a krumplikat. Ha már csak a krumpli van. Hát ez az, hogy egy krumpli van. Azt itt szenvedünk. Miért? Segítek, látod. Itt rohadt a krumpli. Hát, ez benne van. Már krumplik se normálisak. Olyan rohadtak, mint némelyik ember. Igen. Azok is már rohadnak. Hát most szerintem csak ez igazat mondtam. Amikor már föl van rakva, akkor már szólok neki. Nem tudom, kb. Az mennyi idő, mire én gyors összevagdalom, még ezt ki kell közni. Karikákra. Vagy ne, kockákra vágj. Jó, figyelj, én addig elkezdem, mert az a baj rólam, hogy... De ilyen nagy kockákra vágj. Nagy, kockákra. Hát ne ilyen aprókra vágj, mert ez még összevagdalom. Jó, ne pánikolj. Nem pánikolok, nem vagy. Hát rendes, pánikolj. Egy tányérra rakjam ki, hogy miért a krumplikat? Mondd akkor is. De kurva jó, hogy szeretném. Miért nincsen? Ott van a izé, a kis üvegtál. Ilyen nagy krumplikat szeretném? Hát úgy csinálni, úgy is összeföl. Jó, hát én nem azért kérdezem róla, csak hogy kérdezem. Akkor át tudod csinálni úgy. Így, jó? Hát biztos, hát te vágod. Én csak pucolok most. Hát ahhoz képest az elég gyorsabb volt, amikor azt nézzük. Fél próbáltam gyorsan. Hát majdnem odaégett, bazd van. Pont az utolsó kettőben. Ugye dolgoztam, meg minden. Próbáltam ugye délelőttet úgy rendezni, de nagyon gyorsan elment, gyorsan szaradtunk a boltba, de mire már az ember nem, hát most... Ja. Látod, most is próbálok sietni. Nem. Legalább ez meg legyen. Jön a fekete légerem, érted? Mert neki nincsen senki más rajtam kívül. Muszáj vagyok neki. Hát neki rajtam kívül, meg a Rolandom kívül nem igazán van senki. Most frankon. Ha én nem csinálok semmit, akkor ki emlékezik arra, hogy ő megszületett ma? Pusztuljon kell. Nem is kell. Eddig sem voltak ezek a társakkel. Neki csak anyukája van, sajnos. Na mosod is közben kell remélni. Mi? Mondom, mosod is közben akarunk, nem? De hogyne? Szerinted mostan? Majd ezt kapja meg a jó égettetet. Nem az a lényeg, ezt is ki kell rakni. Ma az is ki legyen. Hiszem is a rántott húst.
kész vannak a rántott húsok, ezeket is viszem. Remélem, nem fog leesni. Hát jó lenne a neves levesobiról. Az ennyire meleg ilyen alfabéta. Várom, hogy a Roland puccolgassa nekem a krumplit. Itt vagyok. Meg a letraknom. Ó, Dadi, te is segíthetsz. Kicsit átmosom a krumplit. Nem tudom olyan gyorsan pucolni, mert nem akarok belevágni az ujjamba. Ez már csak a krumpli van. Ha úgy nézzük. A pucolással jobban elmegyem az idő, mint a vágással, csak mondom. De már legalább összedolgozunk. Eddig is összedolgoztunk. Hát, kurvára. Anyád. Mi eddig? Nem segítettem? Kurvára. Mint tegnap a kocsinál is. Segítek, ja, úgy nézek ki, mint egy autószerelő, az kiabál. Ja, tegnap ezt nem vettük videóra, pedig kár, hogy nem vettük videóra. Én nem vagyok autószerelő, nem vagyok izé. De ügyes volt a meccsen. Vettünk új hangszorókat. Úgy néztünk ki, mint valami autószerelők, csupa feketék. Csupa feketék voltunk, és este úgy csináltuk, hogy már sötétben, ha már Timi telefonnal világított. Na mindegy. Vettünk új hangszorókat előre. Hát igen. Jár a szád felesleges. Hát igen, hát akkor... De közben úgy meséljél, hogy pucolod, érted? Májlóka, légy szíves, menj arra befele. Futás, 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 futás. Tényleg? Szólok a gyereknek, nem érdekel. Na és akkor a lényeg, én nem vagyok ilyen hangszoró, bekötő, meg faszom, meg minden. Gyorsan néztem róla a videót, háromszor megnéztem. Hát igen, ez nem egyszerű dolog volt. Ez nem úgy volt, hogy csak kipattintom ott, ahol van a hangszoró. Mennyit beszél, az egész kárpitolt gyerekek le kellett vennem. Mind a két oldalról. Jó, a többi a tiéd, a krumpli dolgozás. Le kellett vennem az egész kárpitot a két ajtóról. Gyerekek, ami ott csavarok voltak meg, faszom meg. Amire bekötöttem, meg izét, de megoldottam. Olyan szépen szólt, 240 watt gyerekek. Jó, nem azt mondom, hogy dübörög. De nem is akarom, hogy dübörögjön. Te egy kocsiba, nem, ez nem arról szól. Hát igen, mert nem hallok, hogyha jön a mentő. Hát sokszor itt se hallom, ha ugye úgy szól. Ha mesül kell, vagy valami. Nem, 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 nem jó ám, amikor egy autóban az ember. Én ha valami van, tényleg nem hallja meg az ember, akkor igen. Mi a fasz csinál? A mentő nem szórakozik. Én sok embert nem is értem, hogy hogy tudja úgy hallgatni a menet közben a zenét, hogy a saját hangját nem hallja, és hogyha valami van, akkor meg izé. Benne van a kresszben is, hogy nem szabad csak annyira hallgatni, hogy... Halljat, hogy esetleg tényleg mentő, vagy rendőr, vagy tűzoltó, vagy bármi, mert ha nem hallod meg, az gáz. Hát igen, na akkor már egyből meg is van a baj. Na vagy nem hallod, és akkor pont valami van, kanyarod ki, beléd megy a mentő, vagy a tűzoltó, vagy a rendőrautó, vagy bármi. Azt akkor csajt. Akkor felész. Jó, a többi a tiédről, én segítettem. Jó, hát ezt már csináljuk már meg, nem hagyjam már a cserbe. Én segítettem. Miért cserbehagyás? Tudjuk meg. Hát most milyen cserbehagyásról beszélsz? Hát azt csinálom, hát nem látod megállás nélkül pucolom? Hát megállás nélkül, mert vernek már a vizet. Na, úgyhogy tegnap kicseréltem a hangszorókat, pedig én azt sem tudtam, hogy kell gyerekek. Megnéztem kétszer-háromszor a videót. Ma még nem is ittem az a... Mondom, akkor belekezdünk. Lesz, ami lesz. Ugye segítség nem volt. Jajon. Nem ért rá senki tegnap. Timi meg nem tudott várni. Nem, az a baj, hogy mindig másra adunk. Ez tényes való. Jó, hát amit nem tudok megcsinálni, persze, akkor kérek segítséget, mert emberekkel vagyunk. Nem, akkor szakemberekhez megyünk. Úgy volt, hogy szakemberekhez megyünk. De viszont a hátsót én már nem fogom bevállalni, mert az már bonyolult mondta az egész... Az egész ülést ki kell szedni. Hétfőn, bemegyünk. A hátsó üléseket ki kell szedni. A média már... Azt inkább rábízom szakemberekre. Ez már nem fér, az a baj sehova van.
Vedd elő a lábast, ezt mehet bele. Oda már akar. Úgyhogy ja. Úgyhogy nem egyszerű mutatván volt, de megcsináltam, úgyhogy tök faszán szól. Pedig mondtam a Timnek kéne videóra venni, az a póló gyerekek úgy nézett ki rajtam, mint amikor berakod a kádba, ráengedsz egy 20 liter vizet, körülbelül úgy folyt rólam a víz tegnap. Nem baj, legalább érektelenül tettem egy picit is. Van még kibaszott krumpli? Ha van még, itt van még egy. Nem értem el gyerekek. Most is folyik a víz, rám nézzétek meg a... Gyorsan. Tercia. Levétel. Jaj. Úgyhogy... Mindjárt vel is készen vagyok. Sziasztok! Mondom már csak ki kell főzni a krumplit. Mély azt. Olyan, ver a víz, bazd meg. Ez a kapkodás. Többet nem lesz ilyen, hogy kapkodok. Bocs, valakinek dolgoznia is kell. Jó, meg kell sózni. Dolgoztunk. Legyen nem? Íze. Háromkor értünk haza. Itt összekeverem. Három vagy négy körül értünk? Elleki a só. Pont jó, pont sós. Jó, mondtad, hogy a címmel van gyereknek el. Vagy csak kaja van. Az ajándékokat elpakoltad? Ne lássa, azt csak a torta után kapja meg. Mi? A torta után kapja meg. Ja, a torta ajándékok faszon videóra lesz, külön videóra lesz véve, úgyhogy sziasztok. Dehogy is. De, ennyi elég. Azért külön verzió legyen kicsim, jó? Na, gyertek! Na, itt vagyunk. Jó van, oké. Na, csuma. Mondom, sziasztok, majd lesz fölrakva a YouTube-ra, hogy köszönjük a kisgyereket. Sziasztok!